Üdvözlök mindenki, sziasztok, Csabi Nyol vagyok. A következő Adventure map kijátszás nem lesz más, mint egy újabb horror pálya. The Asylum, ez a pályának a címe. Úgyhogy mindjárt elolvasok, hogy ki is csinált ezt a pályát, mert most így én sem tudom hirtelen. Igen, Sun Fury, csak nem ugrott be. Settings, jobb klik. Igen, hogy ki vannak írva olyan dolgok, amik egyébként le voltak írva a weboldalra, és onnan letöltöttem a pályát, szóval ezt én már beállítottam még a pálya előtt. Fontos információk. Igen, ezeket is átolvastam nagyjából. Na jó, szerintem akkor kezdjünk hozzá, srácok. Itt vagyunk most jelenleg. A pályával még nem játszottam. Egy-két videót láttam róla, de akkor sem néztem végig, csak bele-bele nézegettem a hangulat miatt. És úgy voltam vele, hogy tök jó pálya lesz, szóval annyit láttam csak belőle. Úgyhogy teljesen ismeretlen lesz számomra ez, ami itt van. Épp akartam mondani, van itt egy vér a falon, erre kijön ott valaki. Hello, itt nincs senki, csak koponyák. Ezt most nem lehet kinyitni. Ugye itt jött be az illető, valaki, és el van tűnve. Ja, hogy csak most indul a pálya? Oké, akkor start. Játékmódot megváltozott, és jön valami autó, ahogy hallom. Na? Oh yeah! Szenvedtem egy iszonyatos nagy balesetet, becsapott a villám a fába, gondolom az kidőlt elém, és ez történt, és itt a főcím The Asylum. És itt vagyok most. Itt van a balesetezett autóm. What happened? Wow, ez tök jó. Még szöveg is van. My phone's out. I need to find some help somehow. Oké, szokásos történet, ugye mi történt, stb. Segítséget kell szereznem, és akkor valószínűleg erre fog menni segítséget szerezni. Így van, Chartam vagy Kartam Asylum. Hát akkor induljunk el. Videóbeállítások, és akkor most én nekem egy olyan, hogy fényesen van. Ez érdekes, fényesen van, pedig nekem elég sötétnek tűnik. Mindegy, akkor így játszunk. Lehet, hogy van rajtam valami a fejemen, amit esetleg nem látok. Az nincs. Jó, oké. Viszont vannak különböző effektek, hogy lassabban menjek. Itt pedig denevérek vannak. Remek. Oké. Na hát én kíváncsi leszek erre a pályára, srácok, mert... Na most megakadt a játék, szerintem hangot fog betölteni. Így van. Szóval kíváncsi leszek erre a pályára, mert... Asylum. There should be someone there that can help. Mert elég jókat hallottam róla egyébként, és mondom, a videók alapján is jónak tűnt. Valami zene szól, itt van egy térkép. Oké, na menjünk előre. Erre kell menni. Erre kell tovább menni. Próbálok kicsit sietni, mert ez így elég lassú a tempó. De hát a futás is csak ilyen, és nagyon hangos a játék, picit halkítok a fülesen. Na, talán így most már jó lesz. De mi ez a zene? Ott van valaki, itt egy ház. Ez mekkora már? Hát ez zseniális. I was just in a car crash. My phone's not working. Can you please help me? It's rare to see other people around here. Well, come on inside. I'll see what I can do for you. Oké, és most eltett, the next day, a következő nap. Glad to see you're finally up. How long have I been out for? Oh, just a couple of days. Do you have a phone I can use? I don't own one. But the asylum down the road probably has one. Mint hogy a telefon iránt érdeklődtem volna, de lehet, hogy rosszul értettem a szöveget. Jó, akkor itt nincs semmi. Akkor viszont ki kéne menni. De hol kell kimenni? Itt egy létra. Na, menjünk le. Hát... Ja, itt van kijárat. Nézd meg. Ugye itt volt a zenegép. Itt szólt. És akkor... És akkor menjünk szépen vissza, gondolom át a hídon. És akkor most fogok elérkezni abba az épületbe, amit a térképen is láttam. Ugye akkor most erre kéne mennem, gondolom én, vissza itt az elágazáshoz, és ott van az épület.
Már lehet látni a lombok mögött. Oké, hát ezen nem újjon, kérem szépen. Akkor eljövünk szépen erre, és akkor gondolom, hogy most fognak kezdődni az igazi nagy kalandok. Na, majd meglátjuk, srácok. Majd meglátjuk, hogy mi lesz itt. Gyerekek, ez baromi szép építés. Ez nagyon szép építés. Nagyon impozáns épület, nagyon jól néz ki. Úgy gyerekek. Hop, 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 ez mi volt? Jó, hát igen, ugye villózzak a lámpák. És akkor itt kéne bemennem. Most járjam körbe először a házat, nézzek körbe. Hát, ha van másik bejárat is. Nem, mert itt nem tudok tovább menni. Aha, oké. Okay. Akkor viszont úgy látszik, mégiscsak a főbejáraton kell maradni. Elnézhetem még arra is, de most nem fogok, és... Hello! Ezt valahogy vártam, be fog csukódni mögöttem az ajtó, és akkor... Hello! I can't see anything. Nem látok senkit. I need to find a light. Oké, fényt kell találnom. Ott egy kulcs. Aha, hanglevez. Jó, hát igen. És itt is van. Itt a lámpa. Aha! Személyes zóna, úgymond. Patient sector. Hát nem tudom kinyitni. Vajon csak a kulcsal kellene? Lehet? Egyébként érdekes, mert hogy így is jól látok. Hát így, mert talán picit többet. Érdekesen változnak a fények. Ezt nem tudom kinyitni, akkor valahol itt kell nyitogatnom. Viszont itt is van valami. Körülnézhetnék itt is. Ezek... igen. Medical and Administration. Oké, okay, most nem menjünk egyenlőre be. Archív. Egyiket sem tudom kinyitni? Ez se? Hogy kéne ezt kinyitni? Nálam van a kulcs. Na mi van? Most beakadt a kép. Aha, most történt valami. Aha, bejutottam ide. Mi ez a sín? Hellóka. Generator room. Aha, itt tudok áramot csinálni. Ez nem az. Huh. I wonder what's behind that door. Ott vér folyt a falon. Jók ezek a parás hangok egyébként. Nem tudok bemenni oda. Így tudok bemenni. Oké, akkor kimegyünk. Oké, világítunk zseblámpával, mert ez is sokkal feelingesebb. Gyerekek. Parás. Parás. Abszolút parás. Hellóka. Ah, végre tudok jönni valahova. Ó! Ez nem tudom mi. Valami WC lehet. És csak bezárja ezt az ajtót, és... most kerültem be, ugye? Mögé. Emergency door. Biztonsági ajtó, unlocking. Kinyitottam valami ajtót, valami biztonsági ajtót. Az ott mi? Hallod, mi az már te? Nem ilyen... Jó anyád, verjed, szígyel, te! Pedig számítottam valami ilyesmire, srácok, de mégis megijedtem. Jó, na akkor szépen megkeressük azt az ajtót, ami kinyílt. Ez lenne? Hellóka! Kiesett egy könyv. Kiesett egy könyv a polcról. Nem tudom fölvenni? Ezt nem tudom fölvenni, ez csak úgy ijeszgetés volt szerintem. Hú, paráz a kép. Nem tudok bemenni mögé? Nem tudok bemenni mögé. Mint egy lépcső lefele. Hellóka. Itt egy könyvtár, de aztán nem tudok bemenni. De be tudtam jönni. Lefele megyünk a lépcsőn. És itt egy láda. Van benne egy Thinking Clearly. Valami könyv. Igen, szöveg ugye.
Hello, itt egy láda megint. Mikor ijedek meg? Na, eltűnt a láda. Egyébként érdekes... Hallod? Menj innen! Hallod? Menj már innen! Jó, úgy sem lesz semmi. Gondolom nem, semmi nem lesz. Úgy tudtam, el fog tűnni. Már megint? Mi ez? Visszakerültem ugyanoda, ahonnan eltett, akkor ez csak valami látomásszerűség volt, gondolom én. Na jó, hagyom ezt a lámpát, jobb, lámpa nélkül jobb. Jó, visszamegyek a lépcsőn és megnézem, hogy mi változott itt kint. Vagy merre fogok tudni most elmenni? Ó, egy újabb terület, mi ez? Várjunk. Hellóka. Rádikó. Itt is rádikó. Ó, baromi jók, ezek a függönyök. Hopp, itt van valami. The chef would cut off my toes. Nem annyira tudom sajnos értelmezni. Remélem, hogy egyébként nem lesz probléma ez, hogy nem értem. Jó, oké, hát ezt szintén nem nagyon értettem, de ez van, sajnálom. És akkor menjünk szépen előre. Ez meg milyen terem? Hello! Az ablak becsukódott, és itt van megint ez a sín, aminek nem tudom, hogy sínnek kellene lennie, de hát ezt a textúrát kell használni hozzá, mi az Isten esett le! Nekem ne essél le! Hellóka! Aha, oké. Okay. Jók ezek a parás hangok egyébként. Ah, itt van még egy kulcs. Megint hanglemeznek írja, most mindegy. Sőt, itt is van egy kulcs. Jó. Van egy zöld kulcsom, meg egy sárga kulcsom. Kés nem tudok magammal vinni, de jó lenne pedig. Megvédeném magam. Jó, akkor megyünk ki szépen, és megnézzük, hogy ezek a kulcsok hova kellenek. Ugye itt már jártam. Azért még egyszer körülnézek, a fene se tudja. Emeletes ágyak. És akkor, ugye itt jártam már, és akkor vissza kell most mennem. Most megint fölmegyek. Ugye voltak az előtérben olyan ajtók, ahol nem tudtam bemenni. Úgyhogy most megnézzük azokat, szerintem arra fele kell mennem. Ezzel nem nyílik, ezzel sem nyílik. Jó, akkor ez máshova kell. Hellóka! Igen. És itt van az előcsarnok, vagy előtér megint. Ó, gyerekek. Nem nyílik. Nem nyílik. Vagy álljak közelebb hozzá? Esetleg. Ja, hogy automatikusan felhasználja, amikor közel érek hozzá. Kijöttek véres lábnyomok innen. Jó, ott is egy ajtó. Most azt nem bántjuk. Egyenlően eljövünk ide. És körülnézünk. Egyébként ez olyan, mint egy ilyen elmegyógyintézet. Tudjátok, ezek a, ez a tipikus ilyen elhagyott kórház feeling. Itt van egy újabb patient. 287-es könyv. Picikét arra emlékeztet egyébként, amikor a TIF-be ugye volt az az elhagyott bölcső nevezetű pálya, ott szintén ez volt, hogy megtudtunk a különböző ott, korábbi ott lévő betegekről mindenféle információt, és ezek ugyanígy le voltak írva ilyen különböző jegyzetekbe, meg papírokra, és kicsikét arra emlékeztet. Nagyon remélem, hogy nem kell hozzá tényleg tudni angolul, mert ha ezek valami nyomok, akkor meg vagyok lőve. Akkor csak a mák segíthet rajtam, itt nincs semmi. És itt egy rács, és megint vannak vérfoltok a földön. Na, rálépjek erre? Nem történt semmi. Ez csak ennyi. Jó, oké. Okay. Találtam egy könyvet, és ennyi. Oké. Okay. Rendben van. Jó, innen kijött valaki, valami láthatatlan lény, vagy nem tudom micsoda, szellem. Aha, akkor csak ennyi. Tehát ide lépek és kiválasztom a kulcsot, és be tudok jönni.
Viszont elhallgatott mindenféle zene, vagy háttérzörej. Ó, ez a koponya. De jó helyen vagy te, úgy megijesztettél egy kicsit. Nem tudok ugrani? Ja, igen. Itt le tudok mászni. Jó, lemászunk, azt elnézünk, hogy arra mi van. Na. Hellóka. Mi ez? Miben léptem bele? Na tehát. Manager nem akar játszani a játékaiddal, a játékaddal, valami ilyesmit jelent. Készen állsz a játékra? Vagy a játékunkra? Jaj. Jó. Próbáljuk ki, milyen játékról van szó. Bejöttem ide, és akkor... Jaj, valami meg fog ijeszteni, elém ugrik valami sarokból valami... Idiótaság! Az Isten volt ez! Te van, lezárolod valami. Oké, okay, jó, oké. Okay. Nyugi. Ez csak egy játék. Na és merre megyek? Labirintus gyerek. Kek, labirintus gyerek. Na jó, elmész a... Akkor erre megyünk. Akkor csak gyerek. Kell jönni, és a végén csak egyfele fogok tudni menni. Ez a játék? Nem tudok előre menni, fogadjunk. De tudok. Akkor erre nem tudok. Erre is tudok. Jó, akkor először elnézek erre. Hellóka. Már megint valami hülye gyerek. Menj már innen. Hallod? Ne szórok hozzá. Nem is voltál ijesztő. És bekerültem ide. Bekerültem ide. Itt kinyit egy ajtó. Na várjunk. Most hova kerültem én tulajdonképpen? Itt vagyok most ebben a szobában. Vérfoltok a falon, meg vérfoltok a földön. Oké. Okay. Ja, igen, itt másztam le, és ugye ezt mondtam, hogy ezt meg tudnánk nézni, de akkor ide kerültem vissza. Tudni, hogy nincs itt semmi. Hát itt nincs semmi, pedig úgy tűnik. Jó, akkor itt nincs semmi dolga, most megint lemászok, megnézem, hogy most mi van ott, a labirintus helyett. Aha, semmi, el van torlaszolva. Akkor ott nem tudok lemenni, akkor mindenképpen visszafele kell jönnöm. És akkor itt vagyok megint az előtérben. Akkor eljövök most erre. Így sem jártam, srácok, csak azt hittem, hogy én nyitottam ki, de nem én nyitottam ki, ez kinyílt magától. Ajaj, fokozódnak a vérhegyek. Az ott mi? Ott áll valaki. Vagy nem, esküszöm, azt hittem áll valaki a rács mögött, és az akarja. Halljátok, már rémeket látok szó szerint. A francba. Jó, na nézzünk csak körül. Ez csak egy barkácsasztal, ugye elvileg. Van megint szövegek. Az ő hajuk. Ugye? Ők itt vannak. Itt van valami. Itt egy lemez. That's my favorite band. Ez a kedvenc zenekarom, ezt mondtam volna? Jól értelmeztem? Ez mi? Ez a kettes számú szoba. Hello, ka. Nem tudok ugrani, ugye? Hát jól van. Aha, most itt vagyok, jó. Ez valami hálóteremféleség lehet. Opp, most bezártam. Hello, itt egy láda megint. Egy újabb könyv, My Feet. Csontok, ezt elvigyem? Elviszem. Ki tudja, hogy kell-e vagy sem. Miért csak kinyitja. És zuhanyzók. Ugye a zuhanyzóban nincs semmi. Aha. Oké. Okay. Akkor irány vissza. Nem annyira parás ez a pálya egyébként, mint hittem volna. Persze voltak ijesztő részek.
De majd teszettetek alá ilyen aláfestő zenéket, vagy valamiket, hogy még parásabb legyen a pálya, mint egyébként amilyen. Bár talán egy picit úgy nem annyira hiteles, de nem baj. Ears, fülek. És itt fel tudok jönni? Itt egy koponya, hellóka. És most meg fogok érni, srácok, valami nagyon lassúgja. Nagyon új helyen vagyok, aha. Ó, oh, hello. Itt ki van? Mi van? Ó, oh, az aki... This old jukebox will play the record. Ki kéne keresni? Ja, itt van az izé, aha. Na nézzük, játsszuk le a zenét. Ez ugyanaz a zene, ami szólt a legelején, amikor oda mentem ahhoz a házhoz. Na jó van, srácok. Hello? Jó, ki tudok jönni, vagy nem? Az mi az atya úristen? Valami csecsemő mászik a... Oké. Okay. És újra ki tudok jönni. Véget ért a zene. Itt is vannak koponyák. Elvigyem ezt a lemezt? Lejátszom még egyszer. Akkor megint megy. Ó, kikapcsoltam. Nem kell ez nekünk. Nem tudok bejönni itt. Nem tudok bejönni itt. Itt jött ki az a akármicsoda, ami egy csecsemő lehetett egyébként. Várjunk, itt nem voltam még. Itt csak följebb tudok menni. Jó, akkor ezt mind nem bántjuk. Ezt a részt... Körülnézek először itt a lenti részen. Hello, oka! Ez olyan, mint valami kihallgató fülke. Vagy megfigyelő szoba? Nem is tudom. Valahogy arra emlékeztet. És itt megint le tudok jönni. Megint lefele jövök. Itt egy ez nem láda. Itt viszont láda van, ez nem semmi tök üres. Oké. Okay. Chamber az valami kamra. Pain is good. A fájdalom jó. Arra el tudnék menni. El kéne menni arra a részre, majd el tudnék menni. De hogy? Várjunk. Nincs semmi kar vagy valami esetleg. They must feel the pain. Jó, oké, akkor visszamegyek, itt nem tudok arra tovább menni, szóval akkor valami másik utat kell keresnem. És akkor szerintem most kell fölfele mennem itt. Igen, mert ugye emelről már jártam, itt már voltam, és akkor erre kell. Jó. Hú, srácok. Na, az ilyet nem szeretem. Mikor egy hosszú egyenes folyósó oldalt szobákkal, meg ajtókkal, ez valami előadóterem lehetett? Valami... Mint valami... Pedig úgy néz ki, mint valami... iskola, vagy mi van, osztályterem, vagy nem is tudom. Itt pedig nincs semmi. Jó. Hát akkor... menjünk el. Hallod? Tűnt. Jó sejtem, hogy el fog tűnni, de na. Ötös szoba, nézzük meg. Nem tudok bemenni! Akkor viszont el nem tudok bemenni, így tudok bemenni, sehol nem tudok bemenni. Remélem, hogy ezekhez nem kell kulcs. Aha, itt ki van? Nem, nincs kinyitva. Csak rács van. Hello. Sehol nem tudok bemenni, tényleg? Szerintem fölösleges próbálkoznom. Ezek mik? Gyerekek? Mi? Na most... menjek közelebb? Ott a kulcs! Halad?
I need to get out of here. Oké, ha ki kell jutnom innen. De azonnal. Ej. De randák vagytok, komám. Nekek se volt gyerekszobátok. Fürödni kéne, meg ilyesmi, nem? Na jól van. Na viszont van egy kulcsom, ugyebár. Ezt a kulcsot szépen átteszem ide. És meglátjuk, hogy melyiket nyitja. Lehet, hogy semmelyiket egyébként, és lehet, hogy teljesen más ajtóhoz kell. Lehet, hogy ki kell jutnom? Várjunk, lehet, hogy ki kell innen jutnom. És ide kéne a kulcs? Hát nem, nem nyert. Nem nyert, nem tudok kimenni. Akkor keresetek tovább. Itt vagyok most. És ide kellett a kulcs. Oké. Na, megint új helyszínen vagyok. Pókálok, jó. És akkor elemlámpa. Mondjuk... Igen, most ebben a sötétben viszont már jobban látok. Oké, akkor csak használom itt. Bár egy picit zavaró, hogy korlátozott a látóterem. Jajjajjajjajjaj, srácok! Mi ez itt? Kérem. Nem tudok bevenni egyik ajtón sem. Itt ég egy gyertya, extraction room. Na, hova kerülök, srácok? Mi a... Ajaj! Bekerültem valami rács mögé? Oh, what are you doing down here? I don't know. I got down here, the door locked behind me, and I was knocked unconscious. Oh dear, you better try to get yourself out. This room looks awfully dangerous. But the door is still locked. How am I meant to get out, and how did you get in? Oh, I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me, but I've been with you for a very long time now. Just hidden away. What do you mean? Who are you? My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. He offered me a job, so I became a caretaker here. Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful. Listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize they were right. What are you talking about? They told me how it was fun to kill people. Stab them or suffocate them. So I tried it out. And you know what? It was. I started with the manager. He never respected me anyway. And then the staff, and finally every patient here. They were the most fun. They understood my desires. Get away from me! I'm sorry. I can't do that. I can't believe you haven't realized yet. I'm you. Hoppa. And it all. Ne! Összepréselt. The Asylum, a Map by Sun Fury. Itt van a készítő, egyébként tök igényesen meg van csinálva az a vége főcím is. Meg az egész látkép, amit most itt látok. Na hát ez volt Sun Fury pályája, a The Asylum. Nem nagyon sokat értettem a történetéből, ehhez tényleg kellett volna tudni angolul, úgyhogy lehet, hogy majd megkérek valakit, hogy fordítsa ezt le nekem, és akkor én feliratozom nektek a szöveget, legalább ti értsétek, ha már én nem. De tényleg így, hogy a történetet nem értettem, így nem volt annyira izgalmas nyilvánvaló, mint hogyha értettem volna, hogy miről is van szó egyáltalán, hogy azon kívül, hogy balesetet szenvedtem, és be kellett jönnöm ide, vagy hát eljöttem ide, azon kívül nem sokat értettem, úgyhogy sajnos az ilyen. Viszont nagyon rendben volt a pálya, szerintem hangulatilag, bár nem volt olyan parás egyáltalán, mint én számítottam, vagy mint vártam volna. Viszont a hangulata, mondom, rendben volt olykor, illetve az építés a szerintem baromi jó volt, tehát nagyon megvolt ilyen szempontból a látványvilág. Hát ez ilyen pálya volt, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek valamit a pályával kapcsolatban, vagy a videóval kapcsolatban a komment szekcióban, amit elérhetőbbé válik, úgyhogy ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!